Az 1954-es világbajnoki döntőt megnyerő német válogatott tagjai közül többen haltak meg májbetegségben, ami erősítheti azt a gyanút, hogy doppingolták őket a VB előtt. A Humboldt Egyetem friss tanulmánya szerint az NSK sportolói már a 40-es évek végétől kaptak teljesítményfokozókat. Az aranycsapat kapusa nem hisz ebben, szerint a bíró miatt vesztettünk. Amikor még mindenki azt hitte, hogy csak a magyarok nyerhetik az 1954-es világbajnoki döntőt. A mieink 8 perc után már 2-0-ra vezettek a németek ellen. Fritz Walterék azután fordítottak és világbajnokok lettek. Nem biztos, hogy tisztán. A Humboldt Egyetem tanulmánya szerint ugyanis már 1949-től doppingolták az NSK sportolóit, eleinte olyan szerekkel, amelyeket még a háború alatt adtak a német katonáknak. A Magyar Labdarúgó Szövetség jogi igazgatója szerint egy tanulmány alapján nem lehet eldönteni, hogy szedtek-e a focisták tiltott szereket, bár van néhány olyan tény, ami akár erre is utalhat. Jó néhány évvel ezelőtt egy német dokumentumfilmben több német játékos hallott arról, hogy nagyon sokan megbetegedtek az 1954-es döntőt követően, 10-15 év után májbetegségben hunytak el. Ugyanakkor az is tény, hogy akkoriban 1954-ben a doping szabályok teljesen mások voltak, mint most. Az aranycsapat kapusa úgy véli, hogy a magyarok sokkal jobbak voltak, és a vereséget nem kell a dopingra fogni. Én hittel vallom, hogy abban, hogy a magyar csapat vereséget szenvedett, nem a doping, hanem az angol játékvezető játszott főszerepet. Méghozzá olyan tévedésekkel, amelyek gólt eredményeztek. Persze más tényezők is közrejátszhattak. Például az, hogy az ellenfél az akkor forradalmi újdonságnak számító felcsavarható stoplikat használta, amellyel sokkal könnyebben tudtak futni a felázott talajon. S bár a doppingvédség nehezen évül el, a vádakat ma már szinte lehetetlen bizonyítani. Jogi szempontból olyan adatok kellenének, többek között például beismerő vallomás valamelyik játékos részéről, és mint mondtam, az 1954-es csapatból most már alig élnek, de egy biztos, hogy akkoriban ez egy rendkívül furcsa eredmény volt. Az tehát biztos, hogy az akkori német válogatottól nem veszik el az elsőséget, mint ahogy az is, hogy valamilyen teljesítményfokozót már akkor is szedett majdnem minden focista. Mi magunk is C-vitamint fogyasztottunk a mérkőzés előtt, de szóba se jöhetett dopingszerként. Nem hiszek ebben. Az ügyben a Német Olimpiai Bizottság elnöke is megszólalt. Thomas Bach kijelentette, hogy értékelni fogják a Humboldt Egyetem tanulmányát, mert tisztában kell lenniük a múlttal, hogy hittel harcolhassanak a zéró toleranciáért a dopping ellen.